Ez a járda lesz az egyik, amit Szexárdváros önkormányzata felújítat a jövőben, ugyanis 41 millió forintot nyert a márciusban benyújtott pályázatuk. A belügyminisztérium járdafelújítási programjának keretein belül elnyert támogatás 50%-ban fedezi a projektet, a költségek másik felét a szintén 41 millió forintot az önkormányzat finanszírozza. Ebből újul meg a közeljövőben 1600 méter hosszú és 2900 négyzetméter területű járda. Tudjuk, hogy ennél több járda szakasz kellene felújítani, de hát elkövetünk mindent annak érdekében és minden lehetőség figyelembe vételével, hogy, hogy minden évre jusson erre lehetőség. De hát ahol most itt vagyunk a Csaputcának a déli részén, itt láthatja mindenki, hogy gyakorlatilag ez is az egyik legrosszabb állapotban lévő járdaszakasz, és úgy ítéljük meg, hogy ennek a felújítása most már nem tűr halasztást. Összesen 11 ilyen rossz állapotú járdaszakasz felújítására adták be a pályázatot melyet a kivitelezőnek legkésőbb 2022. december 31-éig be kell fejeznie. Bízunk benne, hogy ezzel is hozzá tudunk járulni a biztonságos közlekedéshez, és természetesen a vizázvezetésnek is a megfelelő formája ezek által meg lesz oldva, és akkor egy, egy, biztonságos környezetet lehet azokon a szakaszokon, amik ebben felújítási programban benne vannak biztosítani a lakosság számára. Az alpolgármester hozzátette, minden évben beadják pályázatukat a belügyminisztérium ezen programjára, így a következő alkalommal azok a szakaszok is bekerülhetnek a felújításra váró gyalogutak listájára, amik most nem.